Üdvözlök mindenkit, én Szolik, azt mi láthatjátok a Dark Souls 2 Scholar of the First Sin végigjátszása. Death Punch karakterrel, magyarul pofozós karakterrel, úgyhogy megyünk szépen tovább a Vas erődítménybe, ami itten található. No. Hát akkor hajrá, igazából nem is húzom az időt, megyünk szépen előre, és mindenkit kipofozunk. Istenem, mennyire erős vagyok. Teljesen jó. Na, következő lesz a cél. A célunk az, hogy a Kohó démont elintézzük. Az mindenképp. Azaz. Vártam ma, mikor jön a Invader. Igen. Gyógyítanom kéne. Nem, itt nem fogsz nekem ostorozni. Végre meg vagy. Nem is elugrik. Nincs elég staminám. Azaz. Amúgy jól kell ritmusolni. És akkor teljes mértékben királyságosága a dolog, ezeket meg kiveszem. Tehát nem azon, hogy ütni kell, hanem ütsz kettőt, picit vársz, ütsz kettőt, picit vársz. És akkor így folyamatosan tudod szédítésbe tartani. Hallod, kamerában nem megy a kizé boxoktatónak. Ütsz egy picit vársz, ütsz egy picit vársz. Gyere. Ennyi. Isten királyság. Olyan szépeket sebzek. Most te hova lettél? Jó. Akkor még egyszer körbe megyünk. Illetve itt van egy kereskedő. Ember. Ezt én is kérdezhetném. Tömjén. No. Amit nála tudni kell, mondjuk a Status Sorcerer is sorozatomban már elmondtam, hogy ez a tömjénes rész az arról szól, amúgy itt meg tök jó szett van. Ez is ami baromia jól néz ki, annyira gyönyörű ez a bandita szett is. Főleg női karakterem. Igen, itt tudok venni régmúlt idők illatoságát. Ezek ugye fafaragások a Dark Souls 1-nek a DLC-jéből. Egy kis bomba, fekete tűzbombát lehet nála venni töménytelen mennyiségbe, sok varázslatot, nyilván. Az udvari bolond szettek azért jók, mert tehát a fejes az tájfelfedezés, az ellenfél kritikus csapásait lenullázza a póló, melkasvédő. Ez megnöveli a szerzett lelkeknek a számát, ez a kesztyű. Ez meg csökkenti a zuhanás okozta sérülést. Tehát ez az egész szett, ez az udvari bolond szett, ez amúgy azért jó. Na, tömjén. A tömjéről azt kell tudni, hogy itt a Dark Souls 2-ben lehet egy olyat csinálni, hogy bizonyos varázslatokat úgymond lebudítani. Ez annyit akar, hogy a sebzésük, illetve a tulajdonságaik azok mind-mind megmaradnak. Az a különbség, annyi a lényege, hogy például ez a nagy nehéz léleknyír, ehhez kell 16-os intelligencia. Viszont, hogyha van nálad tömjén, akkor le tudod butítani. Ha egy tömjén van nálad, akkor jól emlékszem, akkor egyel csökkenti az intelligencia értékét, tehát amennyire kellene használni. És ezt le lehet annyira csökkenteni, hogy minden egyes varázslat az egy intelligenciába kerüljön. Sőt. És akkor ezt meg lehet csinálni akár, hogy nem húzol intelligenciára egyetlen egy pontot se, összefarmolod ezt a tömjént,
és azokat a varázslatokat, amiket szeretnél használni, azokat lebutítod addig, ameddig kell. Tehát most például nekem 5-ös az intelligenciám, a varázslatokat addig kéne lebutítani, amíg 5-ös intelligencia nem kell hozzájuk. És akkor tudom őket használni. De mondjuk ennek a kiformulása az... az mondjuk jó sok időbe telik, az biztos. Tüzes nyíl lesz ő. Na. Ennek a szimpatikus úriembernek meg adok egy ajánló levelet. Egy. Gyere barátom. Egy ne. Alonlovag. Az alonlovagok. Na, következő dolgot tesszük. Előre futunk ennyire. Felkeltettem az érdeklődést, visszafutunk, és akkor most szépen várom. És szépen mindenki ide jöjjön a pompomért. Egyesével. Jönnek már. Jön a következő úriember, aki a pompomért jött. Jön a következő úriember, aki a pompomért jött. Van még valaki? Senki? Nagyon helyes. Jó, ide én lejövök. Ezt leengedem. De ott ne lövöldözzél. Majd rád is sor kerül. Idővel. Jössz. Hát akkor nem jössz. Ne! Ah! Nem mondjatok semmit. Lelöktek, mondjuk. Persze, így könnyű. Így könnyű engem megölni, hogy lelöktök. Szégyeljétek össze magatokat. Végig pofozok én itt mindenkit. Csak előtte. Várunk egy picit. Jössz már! Invader! Na végre! Csak könyörögni kellett. Páncélos Dennis. Nem. Azt befejezted. Mondom, azt befejezted. Egy. Köszönöm. Dennis, te semmiből nem tanulsz. Nem. Jó. Egy minusz. Gyere, 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 jó barát. Kipofozlak, úgy. Azt a tárgyat majd később vesszük fel. Majd amikor a tüzet kialszatom, ennek hogy kikapcsolom itt a tüzeket. Oké. Okay. Jössz már? Gyere, gyere. Jó. Ó, de rendes volt a játék, hogy ide rakta a lelkeimet. Oké. Okay. Gyere, gyere. Kicsit elkéstem. Oké, okay, jönnek már a pofonért. Gyertek, gyertek szépen a pofonért. De. Na. Valami hasonlót kellett volna az előbb is csinálni.
Jó, átuszozni fogok. Azért, mert a kohó démonnál nem nagyon van rá lehetőség, hogy ezt tudsz használjak. És hát van rá lehetőség, de inkább az életkövek azok szerintem, amik beválnak. Vagy kis javítópor. Akkor ide felmászunk a legtetejére. Befejezted. Nagyon gyorsan befejezted. Életgyűrű, meg csillogó titanit. Csillogó titanit amúgy azért kell majd nekem, mert a kohó démon szette csillogó titanittal lehet fejleszteni. No, következő a történés. És nekem az kéne, hogy le kéne engednem ezt a hidat, a maradék részét. Amit itt fogok megtenni. Itt vagyok. Úgy. Nagyon jó. Ide lepotty. Hát azokat a tárgyakat, vagy majd azt ott, hát kohó démon szett. Meg lehet, hogy Pyromancy-t is kéne alkalmaznom rá. De ezt itt be kéne zárni. Miért itt ezt el kéne zárni. Így itt ez ne legyen tüzes, ez a történés. Na ugye, sok ide be tudok menni. Anélkül, hogy megborulnék. Jó, megkövesed egy sárkánycsont. És akkor ezt ki tudom itt nyitni. Gyógyítok. Hát még nem kell izét. És akkor téged is, barátom. Kezelésbe veszünk. Ragyogó életkő, meg zöld növény. Na és ez az a létra, aminek a segítségével, hogyha tovább mennék, akkor mehetnék tovább, de nem megyünk tovább, hanem itt van bent amúgy a kohó démon. Azt szépen elintézzük. Most itt tényleg nem enged át a rendszer. De szar. Mindegy. Jó. Azért, mert a kohó démon után van egy bonfire egyszer, másodszor meg fog jelenni a purszu. És meg oda fogja nekem adni a pengék gyűrűje plusz egyet. Hogyha legyőzöm nyilván. Tehát miért ne győzném le? Na, a következő dolgot kell tenni. Itt megáll. Pontosan azért, hogy az az úriember jöjjön ide. Azt nem tud innen eltalálni engem. Te se tudsz onnan eltalálni, úgyhogy közelebb kell jönnöd. Hanem közelebb kell jönnöd. Semmi közelebb. Akkor kipokozlak. Hát ez pont rosszul jött ki. Na, húzd fel azt az íjat, azaz. Nagyon ügyes vagy. No. Ajajajaj. Nem illik 36 ezer lélekkel bosshoz menni, de megnézzük. Jó.
ki, ahogy. Oké, puki. Ahogy. Nem volt jó. Nagyon nem volt jó. Elkapott a kardja. És az nem volt jó, kétszer is elkapott. Mindegy. Akkor kénytelen leszek megint itt kipofozni mindenkit, mert mindenki útba lesz. Jó, nem mindenkit, de aki útba van, az muszáj lesz. Úgy. Egy mínusz. Na menjünk. Semmileg itt már több invader nem jön. Gyere barátom. De amúgy ennyi a Kohó démon, tehát balra. Óramutató járásával megegyezően kell vele pörögni. És akkor általában nem talál el. Kivéve amikor te. Gyere le, barátom, nagyon gyorsan. Oké. Okay. Itt még jön a haverod. Töltük egy esztuszt. Jó. Te ne lövöldözzél, mindjárt te is sorra kerülsz. Csak előtte itt behúzok egy-két dolgot. És akkor pofozás van. Egyszer. Jön a két úriember. Jó. Szerencsé, hogy én gyorsabb vagyok. Oké, te itt lövöldöztél. Kicsit előrébb megyek. Na. Gyere már. Aha, már jönnek a többiek is. Nagyon helyes. Úgy. Oké, előre megyünk. Megállunk. Gyere, 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 gyere. Nagyon jó vagy, nagyon jó vagy. Gyere, gyere. Gyere szépen, gyere, gyere, gyere. Nagyon ügyes vagy, nagyon ügyes vagy. Így kell gyakorlatilag. Ez a boss run. Na, húzz fel az íjadat. Azaz. Köszönöm. Na. A Kohó démonnal nem szarokodunk. Teljes életerő. Főleg úgy, hogy kell a szett. Először élet. Töltök.
Ki kéne hoznom innen a széléről, mert nem jó. Jó, most nagyon jó. Kizunk fog egyet úgyis. Van időm tölteni. Egyet. Igen. Kuki. Mégis jó, kuki. Jó. Kuki? Nincs kuki. A basszus kulcs! Istenem! Miért ütök? Pont nem volt jó. Elhamarkodtam. Mohó voltam. Nem lett volna szabad mohónak lenni. Nem, ezt nem lett volna szabad. Nem szabad mohónak lenni. Mert így jár az ember. Na mindegy. Na gyere már! Gyere! Gyere már le! És komolyan fel kell érted mennem, mert leszel annyira szemétláda, hogy majd utána nem jössz. És most meg lemegy, ja nem? Azt hittem leugrom. Na gyere! Oké? Okay. Ez a boss rununk. Oké. Okay. Muszáj ide kijönnöm. És akkor vissza. És ezt a hármat, ezt muszáj lepokoznom. Ja, már jönnek is. Aj. Jó sok lelket fogok így összefarmolni. Fekete katana. Anyád. Nem így terveztem. Oké, kimegyek. Idáig, jó, de már jössz. Meg elvileg a két haverja is. Már jön. Estus, úgy. Nyomom az Estus. E, mint Estus, úgy nyomom.
gyere, csak gyere, 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 úgy váltsa a kardra és gyere. Gyere, 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 drága jó barát. Nem, még hátrébb megyünk, mert a haverod még ide tud lőni. Na, pusztító nagy nyilvessző már van. Azt nem tudom, hova lőtte. Köszönöm. Ebbe fog elmenni amúgy az emberi képmásom. Ebbe a bossba. Na, akkor hajrá! Először élek. Kezemmel. Gyere ide! Gyere ki onnan! Gyere ki onnan a fal mögül, mert az úgy nem lesz jó nekem. Belakadtam a térdébe. Egyszerűen nem, baszki. Nem hiszem el, hogy itt a végén cseszem el folyamatosan.
ugye? Harmadikra, negyedikra? Csak megadta magát? Kis mocsok. Na, 120 ezer lélek. Az már valami. Az már mennyiség. No. Öj, menjek. Nem baj, az a 120 ezer lélek az pont arra való, hogy meg tudom venni a szettet. Hála a jó égnek. Na. Akkor ezt kinyitjuk. Bonfire-höz leülünk. Irány macsula, irány az új szettem. Ja. Hát végül is. Szerintem negyedikre. Ja, negyedikre sikerült. No, szett. Most nem szintezünk, egyelőre szett. Szett a fontos. Ja, és amúgy itt van Gilligan. A létrás ember. Ide jött. Na, hello. Oh, hello again. I hope you find something of use. Azt hiszem el kell költenem nálad 2000 lelket először. Ja. Megvesszük. Jézusom. Egyet. Thanks very much. And do please come again. Okay, majd mindjárt jövök. Bonfire, resetelünk, visszajövünk és nála lesz. A szettem. És utána megnézzük, hogy mennyi pontot kell áraknom a Vitality-re. Hogy 70% alatt legyen a súlyom, hogy ne legyen feltról. No, hello. Oh, I was hoping that you would come. I've stocked some new things and I thought that you might be interested. Igen, érdekelni fog. Csak mutasd. They've been selling rather well, and I may step up operations soon. No. I'm surprising even myself, to be honest. Igen. Megvan, itt van a kohó démon. Sisak. Chest. Kesztyű. És lábbért. Thanks very much. Én köszönöm. Jövök majd talán egyszer még, nem tudom, majd kiderül. Na. Akkor öltözzünk. Kohó démon lábbért. Kesztyű. Igen, és a fejes. 103%. Ami annyit akar. Ja. Hogy kell növelnem azt a Vitality-t. Mert ez nagyon fetról. Ez nagyon-nagyon fetról. Na. Mennyi most a súlyom? Összesen 55. 55-ös most így a súlyom. Mondjuk, hogyha kivennék dolgokat, akkor csak 52. Nem tudom, mennyit kéne rápakolni. Ugye megnézzük. Igen. Szintlépés. Na, és akkor Vitality. Fölvisszük 15-ösig, megnézzük, jó? Hát ez még mindig feltroll. Akkor fel kell vinnem 20-asig. Vagy leveszem a fejest. Akkor is 71%, nem jó. Ha fejest leveszem, akkor feltrollja, ugyanúgy feltroll van. Akkor még kell raknom. Jó. Megnézzük, itt van Vitality. 1-2 pontot rárakok. Igen. Még mindig fetról van. 81%. De ha leveszem a fejest, akkor 67%-on vagyok. Jó, akkor addig, amíg két szintet nem lépünk, addig nem lesz fejes rajtam, jó? De amúgy ez lenne. Ez lenne a végső szettem. És amúgy szerintem a Kohó démonnak a szettje az női karakterrel nagyon jó, mert... hát ja. Na. Mert csinik vagyunk, na. Tehát van abban valami vonzó, hogy egy hölgyemény egy kemény páncélban van. No. Purszu.
A pulszort is meg kell most akkor ütnöm. Mert nála van a gyűrűm. Itt is van. Ha meg is jött. Hogy az a jó büdös. És most meg fog átkozni. A gyönyörű szép testem. Van barátom? Van. Ez amúgy sokkal keményebb van, mint a többi. És hát igazából sokkal több HP-ja van. És nem érem el. Áj, gyere már ki onnan. Hogy erre visszamegy. Cső. És megint nem érem el. Kérem a gyűrűmet. Pengék gyűrűje plusz egy. Na, úgyhogy ezt cseréljük is. A plusz egyes verzióra. Úgyhogy picit nagyobbat fogok ütni. Nagyobbat sebzek. Nem erre megyünk. Hanem erre. No, hát akkor irány a területnek a többi része. Hello. Jó, akkor veled egyelőre még nem. Jaj! Arra nem megyünk. Szánalmas. Jön már a szánalmas, jön már. Nem csak az, hogy szexi ez a set, hanem sokkal több az armorom, kevesebbet sebződök, nehezebben tudnak megakasztani, mint láthatjátok. Hát az invadert, a szánalmast is könnyebben le tudom verni. Azt nagyon gyorsan fejezd be. Megbeszéltük, barátocskám. No. Jön, azt nem tudom. Erre megyünk. Egyelőre a haranggal nem akarok foglalkozni, azt majd egy ilyen... Azt majd szerintem a következő részben. Nem. Jó. Megyünk erre. Hát te honnan kerültél ide? Te nem bírsz magaddal, mi? És tényleg, kell neked ott a fájdalom? Na, elfut a gyík. Tani gyíkom. Van akkor, szerintem ennek kell a fájdalom. Nem. Arra vagyok kíváncsi, hogy ebbe a szedbe mennyire sérülök. Azért, azért de, azért sérülök, azért, azért...
Azért ide kell még valami, hogy oda el tudjak majd jutni. Na. Úgyhogy majd azokat a tárgyakat majd később. Vagy... Na szóval, ott tartottunk, hogy... Ott van egy tárgy. De előtte... Megszabadítom magamat egy kellemetlenségtől. Viszlát. Örültem a szerencsének és a találkozásnak. Névtelen katonának a lelke. No. Most elmegyünk erre, kivételes esetek egyike. Jó. És ha jegyezzétek meg ott azt a kaput, meg azt a tárgyat, azt majd mindjárt felszedjük a túloldalról. A túloldalról fogunk jönni. Mégpedig, ide kell nekem felmászni. És akkor tök jó lesz minden. Itt lesz egy kettő úriember, akit ki kell pofoznom. Az egyik már jön is. És másik is ideért, időben. Ládát kinyitjuk, azt kapok egy invadert. Pusztító nagy nyilvessző, meg is jött az invaderem. Olivér. Nem. Fél HP-n van. Az úriember. Viszlát. Örültem a szerencsének. Őt is kipofosztuk. Köszönöm. Ezt vártam. No. Oda nem teszünk be, mert fölösleges. Azért körbenézek, hogy van itt valami tárgy, de nincs. No. És akkor, most jön az a rész, amikor gyorsan kell kipofozni itt mindenkit. Oké. Okay. Ott vagyok már, barátom. Szevasz. Itt most a gyorsaság volt a lényeg. Hogy gyorsan. Tehát nem kapkodni, hanem szépen, gyorsan. Oda menni, aztán megcsapdosni őket. Jó, ezt kettőt meg itt hagytam, majdnem. Együgyi fűszere. Kolostor talizmán. Jó. Na, akkor itt most pottyanások vannak. Meg pedig erre. Jó, arra nincs semmi. Ezen viszont már van valami. Jó. Vörös szemgömb meg fákja. Jó. Oké. Okay. Oké. Okay. No. Segítek magamon egy picit. Annyival, hogy azt ott elintézzük így. Mert a probléma szerint, emlékeim szerint, hogyha én oda leugrok majd, akkor ezek ketten egyszerre betámadnak, és van rá esély arra, hogy le fog röpülni. Szóval, ja. De egyet meghagyok. Na, következő itt a történet. Valahogy ide rá kéne pottyanni. Nagyon jó. Mohó arany kígyógyűrű. Nagyon jó. És nem jön be. Hála jó ég. Pedig én azt hittem, hogy megmozdul. Akkor tévedtem, akkor kár volt azt lenyilazni ott fönt. No, és srácok, lányok, lássatok csodát.
megjöttünk. A túloldalt vagyunk. Na, azt az ajtót meg majd nem ebben a részben, majd szerintem a következő részben fogunk megejteni. Sőt, szerintem a következő részben fogjuk ezt a harangos történetet is megejteni, és akkor a következő részben fogjuk a gargoylokat elintézni. Volt jó. Még most se jó. Hogy? Most jó volt. Most volt elegendő időm, hogy bevigyek neki egy-két pofont. Szevasz! Nagyon jó volt. Még lehet ilyet is csinálni. Wow. Kicsit tüzes itt a hangulat. Jó, menjünk föl, kapcsoljuk ki ezeket a tüzeket. Szerintem. Meg lehet elmegyek macsulába szintet lépni. Arra fenne se tudja. De elmegyek. Na szóval ezt a fickót itt kikapcsoljuk. Oké. Amúgy is le kell ülnöm, mert nincsen asztuszom. Úgyhogy így is úgy is, akkor most ma vagy mindegy. Vitalityt kéne húzni. Nem tudom meddig. Szintlépés. Tegyünk rá kettőt egyelőre, megnézzük, hogy most. Oké, megnézzük, hogy így. 83% nem. Nem kell még a vitality-re rakni. Vagy megkeresem azt a gyűrűt, ami a tehermentesítő gyűrű. Meddig kéne húzni ezt a vitalityt. 25-ösig azért szerintem nem kell. Mindjárt megnézem, jó? Még most, hogyha ezt így fölveszem, akkor 78%. Akkor szerintem még olyan 2-3 szint. Talán. Bár hogyha kiveszem a izét. Az íjat. Hát, necces. Na mindegy. Akkor marad így, illetve akkor a maradék lelket elköltöm izére. Mi az? Életkőre? Nem. Nem. Hanem ez. Hogy? Ne cigizzetek, milyen lesz a hangotok. Bárki szeretné a hangot, annak hajra. No. Hát akkor nincs más hátra, mint akkor a Hey Lord. Az Iron King, a Vas király. Akit megszállt valami. Démon. Oké. Ezt felvesszük. Villámró rövidi, az jó. Szerintem azt fogom én fejleszteni. Gyere barátom. Akkor ne gyere. Új, megyek én. Villám, lós, rövid íj. Ja, azt fogom majd fejleszteni, úgyhogy szerintem be is... Á, nem, nem kell beraknom. Viszont, ugye megtiszteljük a boss-t. Jó, gyűrű van egyáltalán berakva? Ja, jók. Érdekes. Na jó, akkor hajrá.
Na gyere! Öreg vas király, Old Iron King. Jaj! Rossz irány. Jó kis sorozat volt. Egyet rá tudtam ütni a körmére. Szevasz! Picit egyszerű volt. Na, megkövült valami. És a második ősi mágia. Az pedig majd DLC. Bár valószínűleg nem fogom ez a karakter a DLC-ket végtolni. Ja, ősi mágia. Szerintem elég csak az alapjátékot. Bár azt neki tudjak, majd meglátom. No. Ott tartunk akkor. 64%. A soul and the curse are one and the same. Your soul has grown stronger still. I only hope it brings you what you wish. Hát bízzunk benne. Nem találtam én Estust? Nem. Na, Vitality 1. 2. 3. Mondjuk. Lehet, hogy kell még egy pont. És panyek kell. 72%, hát betoljuk. Egy pillanat. Nem, petrol van. Jó, 70%. Mert most azon gondolkodtam, hogy nem 75% alatt van? És nem, 70% alatt. 70% fölött van petrol. Akkor még egy pontot rárakunk. És lehet, hogy kell majd még egy. És mondják, kell nézd meg! 70,9%! Undorító. Undorító, komolyan mondom, undorító. Na. Srácok, lányok, szerintem ez a rész most ennyi. Mert az a helyzet, hogy kell majd nekem egy piromontalánk, majd a hangolást is kell növelni, és akkor majd kell egy olyan pyromancy, hogy hőhatás, vagy vasbőr, vagy nem tudom mi annak a neve, aminek következtében feljebb megy a fire resistem, és akkor a láván tudok sétálni. Ja. Na mindegy, ez a rész akkor ennyi, megvolt a kohódéma, megvan a szettünk, amit majd fejlesztenünk kell, nem tudom mennyi csillagó titanitom van, de majd kelleni fog sok, nagyon-nagyon sok csillogót itt, amit kell ahhoz, hogy ezt ki tudjam maxolni. Na, hogyha legyetek jók, ijátok sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymásra, én Szolyó voltam, és akkor a következő részben majd találkozunk. Sziasztok!